Itt vagyunk az Axioma Plus következő adásában, ahol a hamarosan a második fordulóját megtartó francia elnök választásnak a hát előestén vagy pár nappal előtte beszélgetünk, Sós Eszter Petronellával, adjunktussal, a Milton Friedman Egyetemről, és politológussal, illetve Franciaország kutatójával, szakértőjével. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást. Mielőtt belevágnánk a, a politikai adok-kapok elemzésébe, meg az eredményeknek a konkrét eh, kibontásába, hadd kérdezzem meg, hogyha össze kéne foglalnod két-három pontban, hogy mi ma a francia társadalom legnagyobb kihívása, vagy mik azok a főpontok pontok a, a francia, franciaország eh, francia, francia társadalomban, amik, amik, fontosak, vagy, vagy kritikusak, akár melyek lennének azok? Őszintén szóval egyet mondanék, ez pedig a társadalmi mobilitási csatornák bezárulása. Tehát eh, annak a Reménynek a szűkülése, hogy az emberek generációról generációra előre haladhatnak a társadalomban és jobban élhetnek. Ez a uh, hiány, ha tetszik, uh, reménytelenséghez vezet uh, egyes társadalmi csoportok körében, és olyan egyéb társadalmi feszültségek megoldását is nehezíti, mint például a munkásosztály helyzete. Ugye a 70-es évektől kezdve a leépülőipar egy, egy komolyan nehéz helyzetbe került munkásosztályt, nyilván egy csökkenő számú munkásosztályt hagyott maga után, és ugyanez áll a bevándorlás és az integráció körüli feszültségek mögött is, hiszen a bevándorló gyerekek sem kapnak feltétlenül arra Reális reményt, hogy ténylegesen a francia középosztályhoz fognak tudni tartozni, ha keményen dolgoznak, tanulnak. Tehát, hogy nem tudja garantálni a francia társadalom, sem a, még egyszer mondom, az alsó középosztálynak, a munkásságnak, sem a bevándorló gyerekeknek, hogy kemény munkával, tanulással, törekvéssel idézőjelben elnyerik a jutalmukat, és azt gondolom, hogy ez egy olyan kihívás, amellyel muszáj lesz foglalkozni, különben ezek a feszültségek időről időre fel fognak törni, hát Franciaországban ismert formákban. Ahogy említetted most, hogy ezzel fontos, hogy foglalkozzon a francia társadalom, ez azt is jelenti, hogy ha akár a mostani kampányt nézzük, mielőtt még tényleg ráfordulnánk a konkrét számokra, ez, amit most említettél, ennek a, a ez a probléma a góc, ez nem is jelenik meg a, a francia diskurzusban? Vagy kik azok, akik ezt oda teszik az asztalra, hogy, hogy ez így egy probléma, és ezzel foglalkoznunk kell? Vagy ez egy lappangó történet még? Ez egy nagyon speciális kampány volt, az egész alaphangját, ha tetszik, megütötte az, hogy Emmanuel Macron nagyon későn jelentette be a jelöltségét, és elvitte a rendet gyakorlatilag előbb a Covid utána pedig az orosz-ukrán háború. Tehát ez egy, egy ilyen pseudo kampány volt, ha tetszik, ez a franciákat egyébként némi elégedetlenséggel is töltötte el. Igazából az utolsó pár hétben volt valamiféle kampánynak látszó, dolog. Itt Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldal jelöltje, és Marine Le Pen, a radikális jobboldal jelöltje volt az, aki felvetette a megélhetés kérdését, akik hát láthatóan a, a munkásosztálynak, alsó középosztálynak igyekeztek kampányolni, nyilván ennek van a szociológiai oka, tehát hogy ők könnyebben meg is szólítják ezeket a szavazókat, de mondjuk azt nem merném állítani, hogy itt valamilyen átfogó nagy koncepcionális és ideológiai vita zajlott arról, hogy a következő 50 évben merre kéne elvinni Franciaországot és a francia társadalmat, de még egyszer mondom, ez egy nagyon speciális kampány. Tehát, ha megnézzük a akkor a franciák felét konkrétan ezek a megélhetésbeli kérdések izgatják, magas infláció elszálló energiárak és a többi. És hát továbbra is jó egyharmadot az orosz-ukrán háború, ez a két dolog ráadásul össze is függ, úgyhogy ez azért megadta az alaphangot, és rákényszerítette a francia politikai elit tagjait, hogy arról beszéljenek, amiről a franciák hallani akarnak. Nem mi megjelent egy írásod a 24.hu-n, aminek az egyik felütése az volt, hogy talán sosem állt olyan közel Marine Le Pen, ahhoz, hogy az Elizé palotába beüljön sokan, főleg, hogyha az ember még a, ezelőtt a rövid kampány előtti publicisztikát is olvasta, azért azzal találkozott, hogy nagyon sokan leírták löpent. Le Azt mondták, hogy ő alapvetően már egy kifutott szériája a francia politikának, és gyakorlatilag Macron sikerének a biztosítéka. És most mégis úgy látszik, hogy hát a számokból talán annyira nem, vagy még ebből valóban bármi lehet, hogy te is írtad, ugye Macron teljesítménye a 27,6%, már illetve 23% fölött végzett, ez még valóban egy közeli, közeli eredmény, de, de kevesen gondolnák, akár ez alapján, vagy azelőtt is gondolták azt, hogy ez valóban elég lehet löpennek Le a fordításra. Akkor ő valamit változtatott, valamiben megújult, mi, mi lehet ennek a kulcsa, ami alapján te ezt írtad? Marine Le Pen, a francia politikai elitnek az egyik legtanulékonyabb tagja, ha tetszik. 2017-ben ő a kampánya végét nagyon elrontotta. Volt ha tetszik, stratégiai problémája is, mert nagyon sokan megijedtek az eurózónából és az Európai Unióból való kilépési ígéretétől, amire úgy reagált, hogy levonta a konzekvenciákat és átalakította a programot, ma Marine Le Pen azt mondja, hogy bent akar maradni az Európai Unióban és belülről akar reformálni. Tehát megértette, hogy mik azok a szempontok, amelyek elijesztették tőle, főleg a vidéki konzervatív szavazókat. Megértette azt, hogy kormányképesség problémája van, és hogyha ma meghallgatjuk Marin Löpent mondjuk az öt évvel ezelőtti nyilatkozataiban, és most ég föld. Tehát ég föld a tartalmi mélysége, ha tetszik annak, amit mond. És az ilyen típusú politikai munkák azt gondolom, hogy meg szokták hozni az eredményüket, és meg is hozta. Tehát azt látjuk, hogy Marin Löpen is növelni tudta a szavazóinak a számát, ahogy Emmanuel Macron is egyébként. Tehát azt látjuk, hogy ez egy eredményes történet. Egyébként egy 15 éves folyamatról van itt szó. Marin Löpen a 2000-es évek közepén kezdte el, ha tetszik, átalakítani az akkori nemzeti frontot, utána pedig pártelnökként, ott egy komoly ideológiai fordulat is történt. Hát is nevezték a pártot. Hát is nevezték a pártot, tehát most csak a végét mondom ennek a történetnek de szerintem a folyamatok világosak, és a számok is azt mutatják, tehát, hogyha most ránézünk a nemzeti front jelöltjén, bocsánat, nemzeti tömörülés jelöltjének a támogatottságára, akkor 47-48, a, a, a nagyon szűk mérések 49-et mutatnak, de legyen az átlag 47-48, hát ez 15-16 ponttal több, mint 2017-ben. Tehát ezért vontam le azt a következtetést, hogy nyilván a számok alapján Emmanuel Macron ennek a választásnak az esélyese, rátennék többet, de eh, nem nulla az esélye annak, hogy Marine Le Pen nyeri meg, és hát eh, mennyi volt az esélye annak, hogy Hillary Clinton amerikai elnök lesz, 90 körülre tették, ami akkor is azt jelentette, hogy tízből egy esetben Donald Trump az amerikai elnök, és akkor az jött be. Szóval addig, amíg minden jelölt áll, él és kampányol, eh, addig, eh, addig nem szabad őket leírni, és hát Marine Le Pen az említett politikai munka miatt egy különösen érdekes és fejlődő szakaszban lévő jelölt talán az egyik leglátványosabb változás az ő kampányában az volt, hogyha még egy kicsit lepennél maradunk, hogy a bevándorlás ellenes retorikát nagyon, nagyon letekerték. És ahogy említetted is az elején, sokkal inkább előtérbe került a megélhetés, az adócsökkentés, munkahelyteremtés, stb. stb. De ha jól értem, ez mégis ugyanannak a problémának a két része, amit az elején mondtál, az integráció meg a francia társadalomnak a jövője. Ez azt jelenteni, löpen sikeréből vagy a szavazat növeléséből kiindulva ezek szerint, hogy a francia társadalmat még mindig jobban érdekli az, hogy a bérek rendezve legyenek, hogy, hogy ne szálljon el az infláció, mint mondjuk az, amiről ugye sokszor hallani a hírekben, hogy Franciaország lassan egy a koherenciáját elvesztő társadalom képét kezdi el és a bevándorlás az, 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 egyre inkább megoldatlan, és ez sokkal tovább kígyózó problémákhoz fog vezetni, mint mondjuk az, hogy most kinek mekkora a fizetése vagy a nyugdíja. Ez egy ilyen furcsán, vagy, vagy kicsit megtévesztve van jelen a francia társadalomban, vagy, vagy, vagy hogy kell ezt akkor jól érteni? Két dolgot hagyd mondjak ehhez. Ez egy kétarcú folyamat. Tehát a, a bevándorláshoz kötődő problémák már a 80-as években elkezdtek ilyen szociális aspektus szerezni, többek között a, a várospolitikával. Tehát amikor kialakultak ezek a, végleg kialakultak ezek a ma ismert ö, külvárosok, bár ennek azért volt évtizedes ö, hagyománya, tehát amikor egy tömbben megjelentek azok a bevándorlók, bevándorló származású gyerekek, akik immáron nem vendégek voltak, és nem arra számítottak, hogy hazatérnek, hanem letelepettek, állampolgárságot szereztek. Tehát ugye a 80-as évektől kezdve politikai probléma a bevándorlás a 70-es évek válsága után vagyunk, tehát ennek is volt egy gazdasági aspektusa. 30 év alatt persze eljutottunk oda, hogy nagyon nehéz ezt szétszálazni, hogy mi az, ami kulturális, mi az, ami gazdasági, de egy dolog biztos, ma egy második-harmadik generációs bevándorló gyereknek Hiába van ott vonatkoztatási csoportként a francia középosztály, oda szeretne tartozni, de ott van az a frusztráció is, hogy nem tud. Mert nincsenek meg azok a bizonyos mobilitási csatornák, amelyeken keresztül azt mondhatnák neki, hogy figyelj akkor, tanulj, dolgozz, és annak meg lesz a jutalma. Tehát ez a garancia, ha tetszik, kiesett a rendszerből, és innentől kezdve nagyon nehéz szétszedni, hogy mi az, ami kulturális probléma, ugye? Mert akkor Hát oda szeretnék tartozni, de nem tudok oda tartozni. Hát nyilván ennek van egy ilyen identitás válasza is. Tehát, tehát kétélű ez a történet. A másik dolog, amit szeretnék ehhez említeni, az az, hogy például tavaly egész végig francia identitásról, francia ország állapotáról, nagyságáról, bevándorlásról, iszlámról és hasonlókról zajlott a vita. Tehát én magam is, ha 15-ször nem mondtam el, akkor egyszer sem a jobb oldalon. Ennek nagyon egyszerű az oka. A jobb oldalon voltak olyan potens elnökjelöltek, akik nagyjából ugyanazt a szavazóbázist próbálták megszólítani. Most ebből a szempontból a Macron is a jobb oldalhoz sorolom. Valéri Pécresse, a republikánusok jelöltje, Marin Löpen, Erik Zimúr. Tehát, hogy ott volt egy, ha tetszik, tömörülés, és nagyon sokáig ők voltak az élen, és hát jó pár jelöltnek volt komoly esélye, hogy a második fordulóba jusson, mielőtt összeomlottak volna. Tehát a, a nagyon csúnyán fogok fogalmazni. A francia elnök jelöltek számára tavalyig a jobboldali szavazók kvázi értékesebb volt, értékesebbek voltak az első fordulós stratégia tekintetében. Most megfordult a dolog, most mindenki a baloldali szavazóknak udvarol, mert hogy a Jean-Luc Mélenchon féle a harmadik helyezett jelölt ö, ö, szavazói lehetnek a királycsinálók, és megosztottak. Tehát most a, most a baloldali szavazók az értékesebbek, ha tetszik. Ne, bocsánat, megosztottak? Tehát, hogy olyan szempontból, hogy egy, egy Melanson szavazó leszavazna valaha löpenre? Egy ötödéről már korábban is tudtuk, hogy leszavazna, tehát van átjárás gazdasági okokból. Körülbelül harmaduk Macron szavazó, és jó felük otthon maradna. Most zajlik is egyfajta konzultáció, hogy akkor most mit csináljanak. Ugye, Melanson azt mondta, hogy ne szavazzanak Löperre. Az le lehet úgy fordítani, hogy akkor Macron támogatja. Nyilván ezt kimondani nem lehet. az sem. Én, én nagyon csodálkoznék, hogyha az lenne a vége, hogy azt mondani hogy maradjanak otthon, mert hogy a francia politikai elitnek 30-40 éve az a problémája, hogy csökken a választási részvétel, és ezt egy ilyen demokratikus válság jelenségként könyvelik el. Szóval Mélanusonnak nehéz a helyzete, mert borzasztó megosztott a szavazóbázisa, a baloldaliak egyre kevésbé félnek már től és egyre inkább az a gazdasági szempont vezérli őket, hogy hát a Emmanuel Macron gazdaságilag inkább jobboldali, tehát most akkor két jobb oldal között kéne választani, de hát akkor már inkább a gazdaságilag balosabbat. Szóval ez egy tényleg, tényleg nagyon megosztott szavazóbázis, és, és értük megy a harc ne maradjanak otthon, válasszanak, ne érvénytelenül szavazzanak, és hát nyilván mindkét fél megpróbálja meggyőzni ezeket a szavazókat, hogy ne a másikra szavazzon. Marine Le Pen azzal, hogy a Macron egy globalista liberális jelölt, a Macron pedig nyilván azt mondja, hogy hát a Marine Le Pen egy szélső jobboldali komolytalan jelölt. Tehát körülbelül ez a, a pozíciója, narratívája a két jelöltnek, de, de látni kell, hogy a baloldali szavazókért megy a verseny. A Mákronnak mégis működni fog ez a választás, és bejön úgymond még mindig inkább a papírforma, hogy ő lesz ismét Franciaország elnöke. Az a centrista politikájának köszönhető, tehát hogy kellően tudott mégis széles körben annyi csoportot egyesíteni, azzal a szociális csoportok, meg különböző érdekkörök közötti, ha úgy tetszik a politikával, hogy ezzel megőrzi a helyét, vagy van valami plusz makron, valamit lehet, hogy mi kívülről nem látunk, mert szerintem mindenki, aki Magyarországon és akár nézi ezt az interjút, nyilván az Európai Uniós dolgok jutnak eszébe, meg, meg az európai hadsereggel kapcsolatos kijelentései, vagy most az orosz-ukrán háború kapcsán az, hogy Európa hogyan vegye a kezébe a sorsát. Tehát kicsit a Brexit után próbálja átvenni a németek ellenébe ezt a francia kontinentális európai vezető szerepet, de azt nem látjuk, hogy az országon belül mit művel. Tehát, hogyha megőrzi a pozícióját, ez, ez belpolitikai siker, vagy, vagy egyszerűen az egyéb üzeneteknek, a, erős üzeneteknek a hiánya, amik nem tudják annyira egyesíteni a francia társadalmat? Sokkal fontosabb ez történelmi kérdés. Nagyon messziről fogom kezdeni, de oda fogok érni, megígérem. A francia politikát a második világháború után ez a, ez a bizonyos jobb baltörés a határozta meg, a baloldaliak gazdaságilag balosok voltak, a jobbosok pedig inkább liberálisok változtatásokkal, meg meg ilyen adott időpillanatokban árnyalatokkal. A 90-es évektől kezdve a francia társadalmat viszont elkezdte egy másik kérdés is izgatni, ez pedig a globalizáció. Az európai ö, integráció kérdése, a, 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 ha tetszik ez a gazdasági liberalizmus, meg a nyitott határok, ebbe beletartozik a bevándorlás, tehát ennek nagyon erős ö, identitás ö, eleme is van ennek a problémának, és szépen lassan fölnőtt egy úgynevezett én ezt preferálom ezt az elnevezést, egy globális-lokális törésvonal. Tehát lett egy, lett egy olyan szavazóbázis, amelyik jól érzi magát a globalizációban, és lett egy olyan, amelyik kevésbé. Ebben benne van, hogy mennyire képzett, mennyit keres, mennyire lakik közel a nagyvárosközpontokhoz, ahol a jövedelemtermelés zajlik, vagy mennyire lakik uh, például távol. És uh, ez a törésvonal elkezdett így ráfeküdni a jobbal törésvonalra, kisé merőlegesen, is megosztotta a nagy pártokat, a szocialistákat és a republikánusokat is. És um, amire Macron rájött, hogy tulajdonképpen mindkét nagy pártban vannak olyanok, akik jobban érzik magukat a globalizációban, és olyanok, akik nem. Erre építette tulajdonképpen a kampányát, ugye azt mondta, hogy jobboldali és baloldali is vagyok. Ennek a törésvonalnak a másik oldalán többek között elsősorban Marine Le Pen áll, ő pedig azt tudja csinálni, hogy szintén megszólítja mindkét oldalt, akik nem érzik jól magukat ebben a globalizált világban. És 2017-ben benne volt a kampány szerencse, tehát nem sorszerű volt, hogy így alakult, de macron megválasztották. És ezzel dominánsá vált ez a globális-lokális törésvonal. Öt éven keresztül Macron kvázi szövetségesként használta Marine Le Pen-t, hogy ez a törésvonal stabil maradjon. Tehát Macronnak van szerepe abban, hogy most Marine Le Pen ennyire erős. Az egy más kérdés, hogy Már nyilván kihasználta a lehetőséget. Tehát igazából nem csak belpolitikai taktikázásról van szó, hogy most kicsit szólok ide, kicsit szólok oda, mert Macron kormányzása alapvetően inkább jobbra hajlott, mert hogy többen vannak a e, jobboldaliak, vagy hát gyorsabban elfogyott a szocialista párt a másik oldalról, hanem az is benne van, hogy itt egy nagyon komoly stratégiai váltás történt, a domináns törésvonal, ez a globális lokális lett, és ez a korábbi jobbal törésvonal, hát ha nem is elporlad, de csak helyi szinten van jelen. Na, ugye regionális, önkormányzati és hasonló választásokon azért még látszódnak a nyomai. Ez a mostani választás, ez már az első fordulóban eldölt. Olyan szempontból történelmi, hogy megerősítette ezt a törésvonalat. Tehát nem az történt, hogy a régi pártok revanssot vettek, és, és visszarendeződött ez a jobbbal konfliktus. Megtörténhetett volna, ha például Valéry Pekres úgy szerepel, ahogy azt remélték tőle, akkor, akkor visszapattanhatott volna a dolog. De nem így történt, tehát ilyen értelemben ez egy, ez egy történelmi választás. Szóval azt gondolom, hogy a, ez, ez a történelmi stratégiai folyamat, a Macron helyzet felismerése és a, a politikai manőverei mind hozzájárultak, és még egy dolog a háború. Hogyha ő korábban kényszerül arra, hogy kampányba lépjen, és nem tudja a háborút arra használni, hogy kvázi elnökként jelenjen meg, akkor sokkal nehezebb lett volna az ő élete, tehát akkor azt se zárom ki, hogy nem 28 ponton, hanem picit lejjebb végez, mert akkor ugye többet kellett volna magyarázkodnia az elmúlt öt év miatt. Beszéljünk nagyon röviden a Zemur jelenségről. Azért ő nagyon sok olyan üzenetet, ha úgy tetszik, újra csomagolva, de felkínált főleg a Löpen szavazóknak, ami addig ezt az általad is említett Macron Löpen bipoláris világot egy kicsit igyekezett megbontani. És mégis mondjuk Melanchonnal szemben, aki egy dinamikusabb vagy radikálisabb baloldali szereplő a jobb oldalon, ez az új szereplős betörés, ez elmaradt. Miért alakult úgy a helyzete, ahogy alakult? November környékén elvesztette azt a képességét, hogy tematizálja a kampányt, a közbeszédet. Követette a politikai hibákat, például amikor bemutatott választónak, nem túl jól sikerült a jelöltsége bejelentése sem. És hát a kampány végén, ami valószínűleg megpecsételte, ha tetszik a sorsát, az két dolog. Az egyik, hogy Marin Le Pen sokkal rutinosabban kezelte az orosz problémát, tehát Zemur elkövetett hibát, amikor azt mondta, hogy nem akar ukrán menekülteket fogadni, és ezzel jó pár magyarázkodós napot csinált saját magának, plusz szívességet tett Le Pennek és Macronnak, mert nekik nem kellett már annyit magyarázkodni ebben a történetben. És a végén, ez valószínűleg nem, ez már nem Zemur hibája, hanem a, a francia választási rendszer logikája, a választók a taktikai szavazás elvét követték, tehát olyanokra szavaztak nagyon nagy arányban, úgy gondolták, hogy van esélyük a második fordulóba jutásra. Ez nem csak Zemurt uh, sújtotta egyébként, hanem Pékre ezt a zöld jelöltet, Janik Zsadót. Tehát nincs ezzel a problémával egyedül, de egészen biztos, hogy veszített is pontokat, hogy azt mondták a szavazók, hogy jó, hát akkor ne szavazzunk olyanra, akinek nincs esélye, mert az elveszett szavazat. Hát ez látszik is, ugye az első három jelölt, uh, ott 20% fölött uh, végeztek, és ott nagyon hosszú 15 pontos szünet, mire a következő érkezik. Tehát ez inkább a, a a választók kitanulták a választási rendszert, és elkezdtek önjárni benne. Magyarul azt akarom mondani, hogy nem biztos, hogy mindenki arra, szava, arra szavazott, aki ténylegesen szíve szerint támogat, hanem elkezdtek észre szavazni a választók. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántál rá, és itt voltál velünk. Köszönöm a meghívást. És minden követőnket buzdítunk, hogy ha bármi véleménye, kérdése van, akkor hagyja meg itt nekünk a komment szekcióban, és kövessen minket mind a YouTube-on, mind Facebookon, Instagramon. Twitteren és most már a TikTokon is vagyunk. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót. Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra az axioma.hu-ra, ahol hírlevelünkre is feliratkozhat.